Szeretnék néhány szót szólni azokról az indítványokról, amelyek a kezdeményezőjük által megfogalmazott szándékokkal ellentétes tartalommal kerültek benyújtásra. Ilyen például az az indítvány, amelyik a 3 hónapos ügyintézésre vonatkozó szabályt törölni a javaslatból. Itt nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy visszatérő elem, hogy nem vagyunk tekintettel a munkanap és a naptári napra. Ebből az ellentmondásból gondolják képviselőtársaim azt, hogy hosszabb lesz az ügyintézés, nem lesz hosszabb. Ha elfogadnánk az ellenzéki javaslatot, azzal az eljárást 1 hónappal meghosszabbítanánk. Nem mindegy ugyanis az sem, hogy a hiánypótlással a határidő újra kezdődik-e, és hogy annak időtartama beleszámít-e az eljárási határidőben. Ugyancsak hadd utaljak az itt elhangzott néhány félmondatra, amely a gazdákra hárítás, a gazdák kárára történő szabályokról szól, sanyargatjuk az ügyfelet. Nem léteznek gazdák meg ügyfelek, hanem vannak ilyen gazdák is, és vannak olyan gazdák is. Itt a jogszabály a többség számára kedvező szabály, a túlnyomó többség javára kedvező szabályokat kíván hozni. Hiszen az NVH-nál folyó közigazgatási hatósági eljárás az nagyban különbözik más egyéb KET alá tartozó eljárásoktól. Itt nem egyedi ügyintézésekre kerül sor, hanem csoportos ügyintézésekre. Tehát közérdek az, a gazdák közös érdeke az, hogy minél előbb elintőződjük a közös ügyük, mert amíg valaki addig lövöldözik a céltáblára, míg el nem találja a nem tudom hányadik fellebbezéssel, addig a többi vár a pénzére. Több módosító indítvány is kibővítené a feltételek meglétének utólagos igazolására rendelkezésre álló határidőket. Megértem, hogy egy-egy ügy elintézése az adott személynek akár létfontosságú is lehet, de amikor a gazdasági és jogpolitikai megfontolásból értékválasztás előtt áll a jogalkotó, akkor azt hiszem az a helyes irány, ha a feltételeket időben teljesítő meghatározó többség érdekeihez szabjuk a szabályozást, és nem pedig a kisebbséghez. A kisebbség ugyanis nem alakíthat ki olyan helyzetet, amely például a visszaosztási ráta késedelmes megállapítása miatt támogatási döntés meghozatalát is késelteti. Viszont a fellebbezés során a feltételek meglétének utólagos igazolását korlátok között lehetővé tevő bizottsági vagy kapcsolódó módosító indítvány támogatását azt elképzelhetőnek tartom. A mezőgazdasági bizottság ülésén felvetődött, hogy a jogvitás, és itt is elhangzott, hogy a jogvitás esetekre különítsen el a döntéshozó forrásokat. Én szerintem képviselő úr is tisztában van azzal a közösségi jogi előírással, hogy a határidőben el nem költött pénz gyakorlatilag már nem is költhető el. Az indítványok közül még egy témát szeretnék érinteni. Szerepelt a javaslatok között egy olyan gondolat, miszerint ha az NVH határidőben nem fizeti ki a támogatást, akkor a késedelemért anyagi felelősséggel is tartozzon. A magam részéről ezzel az alapelvvel egyetértek. A konkrét módosító indítvánnyal azonban annak tartalma és időzítése miatt nem. Mert igaz az, hogy minél előbb fizet az NVH, annál előbb javul a támogatott likviditási helyzete. Ezért az NVH esetleges késedelmét érintő pénzügyi jogkövetkezményt a jövőben talán a késedelmi kamat oldaláról kellene megközelíteni. Tartalmilag azonban szeretném felhívni a javaslatot megfogalmazók figyelmét, hogy az igényelt és a megítélt támogatás között akár jelentős különbség is lehet. Így az igényelt támogatás összegéhez igazodó anyagi jogkövetkezmény az nem megalapozott. A javaslat időzítéséhez annyit, hogy annak megvalósítása jelentős további szervezési, szabályozási erőfeszítéseket és további anyagi erőforrásokat igényel. Arra viszont nyitott vagyok, hogy ezt az általami stratégiainak tekinthető kérdést a későbbiekben részletesen megvitassuk az érintettekkel. Tisztelt Országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim, ezúton szeretném megköszönni a vitában elhangzott jobbító szándékú véleményeket,
egyidejűleg pedig kérem, hogy a törvényjavaslatot a kormány által is támogatott módosító indítványokkal együtt elfogadni szíveskedjenek. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Módosító javaslatokról várhatóan következő heti ülésünkön döntünk. Most elővesszük a következő témánkat. Soron következik az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi 16-os törvény módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája. Jakab István, Font Sándor, Fidesz és Sáringer Kenyeres Tamás KDNP-s képviselők önálló indítványát T/1616-os számon, mezőgazdasági bizottság ajánlását pedig T/1616/4-es számon megkapták. Tisztelt Országgyűlés, indítványozom, hogy miután a bizottsági ajánlás két pontot tartalmaz, ezek tartalmilag összefüggnek, erre figyelemmel kezdeményezem, hogy ezeket összevontan tárgyalja meg az Országgyűlés. Kérdezem önöket, hogy elfogadják-e a javaslatot egy kis torna a késő órán. Köszönöm szépen a támogatást. Megállapítom, hogy az indítványt elfogadták. Megnyitom tehát a részletes vitát az ajánlás első és második pontjaira. Ki kíván felszólalni? Kérdezem a képviselő hölgyeket, asszonyokat, urakat. Két perces szót kért Magyar Zoltán képviselő úr, Jobbik. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt ház! A két módosító indítvány érkezett be. Az elsőről Szabó Rebeka és Schiffer András képviselőtársam nyújtotta be az elsőt. Itt az indoklásban célként a módosító azt tűzte ki, hogy érthetőbbé fog válni ezáltal a javaslat megfogalmazása. Mi ezzel nem értünk egyet, és ezért nem is tudjuk támogatni. A bizottsági módosítóról pedig csak röviden annyit, hogy fontos javaslatról van szó, hiszen jogos igényt vesz figyelembe, hiszen akik ténylegesen integrátori tevékenységet folytatnak, azoknak valóban szükség lehet erre a szabályra, hogy rájuk is vonatkozzon ez a semmiség. És hát itt is lényeges kikötés, hogy az integrátoroknál ez csak az idei évben vonatkozik ez a semlegesség, hiszen jövőre már az új feltételekkel fogják megkötni eleve a szerződéseket. Úgyhogy én röviden csak ezt akartam elmondani. Köszönöm. Köszönjük szépen, nem látok további bejelentkezőt. A részletes vitát ezen a lezárom. Megkérdezem Jakab István alelnök urat, képviselőt az előterjesztők nevében. Kíván-e reagálni az elhangzottakra? Parancsoljon. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, államtitkár úr. Először is szeretném megköszönni valamennyi frakciónak a támogató javaslatát. Egy olyan fontos törvény módosításról határoz a ház, amelyik ma szinte egyetlen mentőkötél azoknak az embereknek, akik hihetetlen természeti katasztrófát szenvedtek el. Felfoghatatlan, hadd osszam meg önökkel egy élményem, mielőtt bejöttem az ülésterembe, szintén az egyik gazdatárs elküldött egy felszólító levelet, amelyben a Magyarországon működő multinacionális cég, amelyik több mint 3 millió tonna gabonát vásárol fel évente, akik megkapták a lehetőséget, az esélyt, hogy Magyarországon kereskedjenek, most fedezeti vásárlással fenyeget, és könyörtelenül pert helyez kilátásba a gazdákkal szemben, azokkal szemben, akiknek egy szemtermésük sem lett ebben az esztendőben, nem került betakarításra. Nos, kedves képviselőtársaim, még egyszer szeretném megköszönni, az külön, és külön köszönöm, hogy támogatták a bizottsági módosító javaslatunkat, mely szerint azon túl, hogy a gazdát ért kár esetében mentesül a gazda a teljesítés alól, de mentesül a módosító javaslat kapcsán az a gazdaszövetkezet, vagy az az integrátor, aki összefogja a gazdákat, és amelyiknek a gazda vagy tagja, vagy szerződéssel kötelezte magát irányába. Még egyszer köszönöm a támogatást, és reméljük, hogy a törvény mielőbbi kihirdetésével a
nagy jelentős kárt szenvedett gazdák, termelők veszélyeztetettsége, fenyegetettsége megszűnik. Megköszönöm képviselő úr válaszát. A benyújtott módosító javaslatokról várhatóan jövő heti ülésünkön döntünk. Tisztelt országgyűlés! Soron következik az agrárkamarai rendszer új szervezeti és működési feltételei kialakításának elősegítésével összefüggő egyes kérdésekről szóló törvényjavaslat részletes vitája. Jakab István, Font Sándor, Fidesz és Schálinger Kenyeres Tamás, KDNP képviselők önálló indítványát T/1702-es számon, a mezőgazdasági bizottság ajánlását pedig T/1702/5-ös számon megkapták. Tisztelt országgyűlés! A módosító javaslatok számára figyelemmel indítványozom, hogy ezeket egy szakaszban tárgyalja meg az országgyűlés. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy az országgyűlés látható többsége az indítványt elfogadta. Tisztelt országgyűlés, megnyitom tehát a részletes vitát az ajánlás első, második és harmadik pontjaira nézve. Elsőként megadom a szót Gőgös Zoltán képviselőnek, MSZP. Öné a szó. Köszönöm elnök úr a szót, tisztelt ház, tisztelt államtitkár úr. Megpróbálom ebbe a hozzászólás mind a három ajánlási ponttal kapcsolatos álláspontunkat is. Kérésünket elmondani. Ja, továbbra is mondom, hogy ez a törvény ez semmiképpen nem szolgálja azt a célt, hogy a gazdasági kamarák jobban szolgálják a kormány által delegált feladat végrehajtást, és az pedig, amit az egyes pontban nyilván nem a semmiért javasoltuk, az, hogy ezt a második bekezdést törüljünk el, hogy az agrárkamara vonatkozásában a gazdasági kamarákról szóló törvényen foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. Azért nem értünk ezzel egyet, mert nincsen olyan, hogy van számunkra kedves, meg nem kedves kamara. Ha biztost akarunk kinevezni, akkor nevezzünk ki biztost a kereskedelmi és iparkamara élére is, mert ugyanaz a törvényi környezet és ugyanaz a köztestületi működés van. Az nem mentesítheti a kormányt, hogy mondjuk annak az elnöke a miniszterelnök személyes főtanácsadója. Tehát ilyen alapon nem lehet köztestületeket lehetetlen helyzetbe hozni, ezért ezt a passzus, és ráadásul ez a pont így óriási jogbizonytalanságot okoz, mert van egy kamarai törvény, meg most lesz egy másik, ami fölülírja azt a kamarai törvényt. Szóval én azt gondolom, hogy ez így nem működik. A második és a második pont egyértelműen arról szólna, hogy ha már mindenképpen ragaszkodik a kormány vagy a minisztérium ahhoz, hogy nagyobb informáltsága legyen és egy felügyelője legyen ennek a rendszernek, akkor vegyük már ki azokat a passzusokat, amik szerintem egyértelműen alkotmányellenesek, mert egy köztestületnél olyat, hogy az agrárkamara képviselő jogát magához vonhatja, vagy jognyilatkozat megítélte előtt és írásbeli hozzájárulását kötheti. Az agrárkamara részére feladatot határozhat meg. Milyen alapon? Most az, hogy kreálunk egy törvényt, ez nem hatalmaz fel senkit arra, hogy egy demokratikusan alulról fölfele fölépítkező rendszert egyszerűen állami gyámság alá vonjuk, zároljuk a vagyonát, tegyük rá a kezünket, a vagyonára, infrastruktúrára, mindenre, és hát lehetetlenítsük el. Még akkor se, hogyha ugye itt az az indok, hogy már csak 11 ezer tagja van, és 200 ezer regisztrált termelő van, csak szeretném megjegyezni, hogy nagyjából a 11 ezer tag a magyarországi mezőgazdasági produktum 80%-át csinálja. Tehát így darabra is lehet persze embereket mérni, meg az, hogy milyen hatása lehet mondjuk ennek a dolognak. A harmadik, a hármas pont, az meg úgy gondolom, hogy egy jogalkotási nonsens. December